Tisztelt miniszter úr, tisztelt államtitkár urak, tisztelt elnök urak, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Mindig megtisztel a megkeresés, amikor Tokajjal kapcsolatosan kell megszólalnom. Nem okoz számomra ez nehézséget, mivel minden napom, minden percét Tokaj tölti ki, ebben élek, gondolkodok és álmodok. Nem mellesleg gazdasági értelemben a magam és a családom léte is a holdvidék sikerétől függ, mivel mi ebből élünk. Reménykedem, hogy a szervezők nem fognak megrúni, hogy a címben szereplő téma megjelölést kicsit rugalmasan kezelem, és inkább hasonlít majd egy Tokajjal és az országos borélettel kapcsolatos helyzetértékelésre, mint egy szakmai értekezésre az előadásom. Sokat gondolkodtam, hogy olyan mit tudnék elmondani, amit még nem mondtam el az elmúlt közel 30 évben, a különböző megnyilatkozásokban. Mi az, amit nem mondtam el ennek az évtizednek az elején, a borászok 12 pontjában, vagy a Tokaji 12 pontban? Mi az, amit nem próbáltunk meg még soha, és ki az, akit nem szólítottunk még meg annak érdekében, hogy Tokaj és az ország borkultúráját olyannak tudjuk látni, mint amilyennek képzeljük, mint amilyennek álmodjuk. Úgy döntöttem, hogy elmondom újra a 12 pontban megfogalmazottakat egy kicsit emocionálisabb megközelítésben. De előtte engedjenek meg egy címszavakba foglalt tokaji helyzetelemzés, helyzetértékelés. Túl vagyunk néhány tapasztaláson és megállapításon, mely igazságában talán már elkezdtünk hinni. Olyanokra gondolok, mint például, hogy Magyarországon vannak világszínvonalok. Tokaj egy a borai által világszínvonal felmutatására képes borvidék. Tokaj az országunk legfontosabb borvidéke. Tokaj joggal a világ borkultúrájának egyik történelmi fundamentuma. Tudunk már olyan dolgokat is, mint például, hogy szakmailag a borvidék magára talált és kivívta a külföldi szakértők tiszteletes figyelmét. Az édesborok minősége megmutatta, hogy miért ünnepelte a világ a tokaji borvidéket több évszázadon keresztül. Azt is megértettük, hogy a hiteles édesbor nem képes méltósággal gazdasági biztonságot adni, 21. század elején nem tudja a borvidéket eltartani. Azt is látjuk, hogy a szárazbor stílusának megtalálása hosszabb időt igényel, mint reméltük. Talán feltételezhető, hogy megértette mindenki mostanra, hogy sem nem a Furmin, sem nem Vámos Újpadon erre az üzenet hordozója, hanem Tokaji. Tokaji a legismertebb magyar szó a világban, mely nagy eséllyel lehet a legerősebb magyar márka is. És talán azzal is tudott azonosulni mindenki mára, hogy a borvidéken és egyben az országban alkotott legmagasabb szintű eredet és minőségi kategória a tokaji asszú. Számomra az is nyilvánvaló, hogy a tokaji márka és tartalom az egyedüli identifikáló lehetőség hazánk számára a világban. Vannak azonban dolgok, amiben véleményem szerint a bizonyosság nem érkezett még meg. Olyanokra gondolok, mint hogy a termőhelyi klasszifikáció történelmi alapokon való újítése még várat magára, vagy a termelői klasszifikáció kialakítása, a változatos termelési modellek struktúrálása, bemutatása a piac tájékoztatására. A termékkör egyszerűsítése továbbra is kimondatlan termelői és fogyasztói igény. Az adminisztráció további csökkentése, létkérdése a mi meglévő magyar családi borászatoknak. Vannak eredetvédelmi tartozásaink is.
úgy mint a tokai eredetnél és az eredetvédelmi elemek kizárólag borkörnyezeti használata és borvidéken belüli tartása. Vagy a tokai eredetnél legmagasabb szintű eredetmegjelölésként történő alkalmazása. Illetve a tokai eredetnél kizárólag magyar tulajdonként való kezelése és országon belül tartása. Egy klasszikus idézetet ideillesztek. Tartunk, ahol tartunk.